Egy mentes vizet vettem, és általában ezt szoktam. Vagy esetleg még egy szendvicset. Én üdítőt szoktam vásárolni reggelente, meg néha meleg szendvicset, hogyha megéhezem. Ásványvíz, jegestea és meleg szendvics. Ezekért álltak most sorba a gyermekek a Ciszterci gimnázium büféjében. Mint a fiatalok mondják, szeretik az édességet és az üdítőt is, így ezekből is szívesen fogyasztanak. Csányi András szendvicset vett a büfében, azt mondja legtöbbször ezt és hetente néhányszor csokoládét vásárol. A szülei egészséges életmódra nevelik, így tudja, hogyan kell helyesen táplálkozni. A gimnazista fiú szerint azonban alkalmanként egy-egy édesség elfogyasztása nem okozhat komoly problémát. A gyümölcsök elsősorban, aztán persze természetesen fogyasztani kell szerintem húst is valamennyire, ezért az energiát azt be tudjuk vinni a szervezetbe. De ez attól is függ, hogy kinek milyen testalkata van, illetve hogy sportol-e valami. A büfé vezetője azt mondja, Csányi Andráshoz hasonlóan az elmúlt években egyre többen keresik az egészséges élelmiszereket, de nem ők vannak többségben. Englert Judit úgy véli, hiába szerepel a kínálatban például gyümölcs és joghurt, a sláger termékek között mégis a cukros üdítők, az édes péksütemények, a csokoládé és a cukor szerepel. 10 éves kortól vannak gyerekek, hát rájuk azért rájuk szoktam szólni, hogy ha mondjuk így kóla nyalókával próbál indítani, hogy az nem működik. A Humán Szolgáltató Intézet munkatársai szerint nem minden iskolai büfében találhatók meg az egészséges életmódot támogató élelmiszerek. Nagyon komoly probléma. Most. Éppen ezért mérik fel az iskolai büfék kínálatát a városban, és a szakemberek az üzemeltetőkkel közösen határozzák meg az új irányvonalat, mondja az intézet ifjúságorvosa. Dr. Koltai Sarolta szerint a változáshoz azonban nem elég a védőnők, orvosok és a büfések összefogása, a szülők partnerségére is szükség van. Kevesebb sót tartalmazzanak, zsír megvonás legyen, ne legyen tele cukros étellel a büfé, hanem olyannal a tejtermékek, zöldségek, hogy legyen friss zöldség árusítás a büfékbe. Az ifjúságorvos úgy véli, történt egy kis előrelépés az elmúlt években, de rengeteg feladat vár még rájuk. Dr. Koltai Sarolta azt mondja, még mindig sok gyermek indul el otthonról, reggeli nélkül, és főtt ételt sem eszik naponta mindenki, pedig mindez nélkülözhetetlen az egészséges életmód kialakításához.